temetőbe kellett jönnöm, hogy élőkkel találkozhassak. Hajnalban indultam, és a délutáni napfény már házsongár lebelei között simogatott minket, a kert csöndesen bolyongó szellemeit. Meglepődtem. A hosszú órák kerengései meglepetésekkel vártak. Az élők mellett egyre csak figyeltem, hát ha meghallok a küszöbön túlról átszűrődő hangokat. De nem. Mind hiába. Furcsa mód, a néhány órám alatt szinte csak magyar hangok kerengtek körülöttem a varjak zuhanásai közben, csak kevés román, néha cigány nyelvet is hallottam, pedig, ahogy a sírok vetés forgója a 20 év embertelen új törvényei miatt gyorsan változtatják a mostani idők urai a kert lakóinak az összetételét. Mert tudjuk jól, hogy is szivárognak és átformálják halotti nyugalommal az ő képükre azt, ami az ő halálukat is elhozza. Hamarosan. Pedig voltak még mások is körülöttünk azon a délután. A számlálók. Más, új lények számláltattak meg minket. Az evolúció legújabb friss katonái ezek, akik sosem fognak egy sírkertben megpihenni. Pláne nem ebben. Mert ők csak számlálnak. A lépteinket is. És engemet is megszámláltattak. Azon a délután, november első napján, jéghideg, acélpontos lényük szerint 10 000 lépést tettem a házsongárdi bolyongásaim alatt. A mesterséges intelligencia lépés számlálója szerint. Voltak találkozások is. A gyászolók többnyire nem sírnak, ha mégis, akkor elrejtett arccal, lehetőleg halkan. Régen illett sírni, sikoltozni, ordítozni, sőt, elájulni, megpróbálni a sírba, utána ugrani. A latinoknál, vagy akár Mexikóban, a temetőkben lakomáznak ezen a napon. Láttam, amit láttam. És most itt a tudatosan megkevert néplelkek diszonanciájának hamis zenéjét kell hallgatnom. Körülöttünk kerengenek opportunisták és mindenféle fajták. Meglepődve figyeltem, ahogy például szélsőséges politikai erők, alacsony növésű, jobb felsőkarokra aggatott rossz emlékű szimbólumokat hordozó izgága emberké is a sírkertben előtűnnek az árnyékból, hogy bősz magyarkodással hordozzák a halál erőit. Mert igen, ilyenek is voltak. Színes volt a paletta. A kamerám optikája többször bepárásodott. Szégyenében. A cigány, a román csak magukat adták.
Ott, azon a délután, az ármányi katonáinak megszámláltatása alapján 10 kilométert sétáltam társammal, hűséges kamerámmal, közben tűnődve figyelve egy idős, harcokban megfáradt nép lassú metamorfózisát, átváltozását. Vajon mivé, kiké leszünk mi most itt, ezen idők mostani torzulásában? Fogel Frigyes voltam, egy szabad filmes.